Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Behajtani tilos, szabálytalan kismotorosok miatt kellett figyelmeztető táblákat kihelyezni Bonyhádon. Felvételi, továbbra is a pedagógus képzés marad a fő irány a szexárdi karon. Útlezárások, Szexárdon és a megye több településén is megváltozik a forgalmi rend szombaton. Strandszezon, fejlesztésekkel teszik kényelmesebbé a kikapcsolódást Szexárdon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A motorosok behajtását tiltó táblák kerültek a bonyhádi kaszinó térre és a Perccel kertbe. A kihelyezésükre azért volt szükség, mert a helyiek szerint egyre gyakrabban hajtanak be ezekre a területekre robogósok, hogy ott jöjjenek össze. A motorok hangos zaja mellett pedig ez azért is problémás, mert ezzel veszélyeztetik a felújított közösségi tereket használó családokat. Pillanatok alatt helyezték ki a motorosokat figyelmeztető táblákat a szakemberek a bonyhádi kaszinótéren pénteken délelőtt. A tavaly átadott teljesen felújított területet az elmúlt hetekben egyre több robogós használja arra, hogy itt jöjjenek össze. A gyakran speciális kipufogóval felszerelt járművek erős hangja pedig sokakat zavar. A kaszinótér körbeöli a művelődési házat, ahol nagyon sokszor kulturális és egyéb rendezvényeket tartanak. Nyilván ezeket a rendezvényeket a motorosok által keltett zaj zavarja. A másik probléma pedig a téren játszó gyermekek és szülei, illetve a gyalogosoknak a biztonsága. Ezeket a problémákat akarják felszámolni a helyi polgármesteri hivatal és a rendőrkapitányság munkatársai a táblák kihelyezésével. A most kikerült figyelmeztetések nem számítanak közlekedési tábláknak, ugyanakkor így is jelzik, hogy itt szabálytalan motorral közlekedni. Tisztelettel megkérem ezúton is a Bonyhádi Motorkerékpáros Társadalmat, hogy a gyalogosokkal és a hatóságokkal való konfrontáció elkerülés érdekében a térre ne hajtsanak be. Értelemszerűen semmi probléma nincsen azzal, hogyha a térre érkezve a motorkerékpárral leszállnak és azt betolva hajtanak be a térre. Ezt a területet térfigyelő kamerák is védik, így ezentúl könnyen beazonosíthatóvá válnak azok, akik a tiltás ellenére is behajtanak a térre motorral. A rendőrség alosztályvezetője egyébként azt mondja, hogy a Perccel kertnél is hasonló jelenségekre panaszkodnak a helyiek, úgyhogy oda is a motorosok behajtását tiltó táblák kerültek ki. Október 13-ára írta ki a 2019-es általános helyhatósági, vagyis az önkormányzati választásokat Áder János köztársasági elnök. Az alkotmány szabályai szerint a legkorábban kijelölhető időpont október 6-a lett volna, vagyis az aradi vértanúk emléknapja, amelyet a magyar kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánított, a legkésőbbi pedig október 27-e. A választási eljárásról szóló törvény szerint a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen. 5 évvel ezelőtt, szintén október 2. vasárnapján, 12-én tartották a voksolást. Az önkormányzati választáson a megyei és helyi önkormányzati képviselőket, a polgármestereket, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselőket választják meg. Továbbra is a pedagógiai szakok jelentik a képzési portfólió legerősebb vonalát a Pécsi Tudományegyetem szexárdi karán, ezt mondja a felvételi ponthatárok ismeretében Szécsi Gábor dékán. Az intézmény további profilbővítést tervez, amiben az angol nyelvű óvópedagógiai képzés jelent majd igazi kuriózumot. A Pécsi Tudományegyetem szexárdi karára az első fordulóba összesen 197 hallgató nyert felvételt, ami megfelelt az elképzeléseinknek, mondta Szécsi Gábor dékán. Hozzátette, továbbra is a pedagógiai képzés marad a kar legfontosabb irányja a képzési portfólióban. Amit meg kell teremteni, amit újra kell építeni, az nyilván elsősorban a kar képzési kínálatának bővítése, a kar képzési portfóliójának gyarapítása, mesterképzésekkel, doktoriskolai programmal, stb. A jövőről szólva mondta ezt Szécsi Gábor szerkesztőségünknek a beiktatását követően készült beszélgetésben. A mostani beiskolázási számok megítélése szerint ezt a meghatározott célt tükrözték vissza. A mostani felvételi eredmények egyértelművé tették, hogy a jövőben akkor
működhet fenntartható módon, hogyha a képzési portfólióját, kínálatát bővíteni tudja. Ennek a képzési portfóliónak továbbra is megingathatatlan pillére a pedagógus képzés, az alsófokú pedagógus képzés, elsősorban az óvodapedagógus és tanítóképzés, ezt erősítenünk kell a jövőben, de újabb elemek is meg kell, hogy jelenjenek a kínálatban. Ezek elsősorban a mesterképzések, melyek a meglévő alapképzésekre épülhetnek. Ami speciális lehet a jövőben, az az angol nyelvű óvópedagógiai oktatás, amire már most 6 kínai egyetemista is jelentkezett. Szécsi Gábor azt mondta, várhatóan a jövő év elején életbe lépő rendelkezés, mely a legalább középfokú nyelvvizsga megjelenítését irányozza elő a főiskolások számára, újabb feladatot jelent a kar számára, aminek levezénylésére már az első lépések is megtörténtek. Ennek megfelelően azok számára, akik a szekszárdi kart jelölik majd első helyen, idegen nyelvi képzést szerveznek. A hazai felsőoktatási trendeket figyelembe véve, összességében elégedettek lehetünk a 2019 évi felvételi eljárás eredményével. A számok alapján továbbra is életképes marad a szekszárdi kar, mondta Szécsi Gábor. Pénteken délután 3 órakor elrajtolt a 45. Aliszkabau Gemenci nagydíj, az ország legrégebbi, folyamatosan megrendezett országúti kerékpárversenyére idén 7 ország 14 csapatának 98 kerékpárosa nevezett. A világbajnoki kvalifikációs országúti verseny 165 és 150 kilométeres szakaszai az idei évtől már 2 külön versenynek számítanak. Ettől azt várják a szervezők, hogy a magyar mezőny több pontot tud gyűjteni. Emellett a pályákon is változtattak a rendezők, az idei évben beillesztettek egy nagyjából 1 kilométer hosszúságú meredek emelkedőt, ami kifejezetten kedvezhet a hazai kerékpárosoknak. Szilasi László versenybíró korábban híradónknak azt nyilatkozta, arra számítanak, hogy akár mindkét, de legalább az egyik napon magyar győzelem születik majd. Szekszárd több pontján és a sárközi településeken is útlezárásokra kell számítani szombaton a 45. Gemenci nagydíj ideje alatt. A rendőrség türelmet kér a közlekedőktől. Szombaton délután 1 órától zárja el a gyalogos és a járműforgalom elől teljesen a szekszárdi Béla Király teret a rendőrség. Mutatjuk térképen is, hol nem lehet majd közlekedni. A város főterén kívül a Rákóczi, majd a Damjanics utcán keresztül a Kesselyűsi úton áthalad a Boly-Sárköz felé. Az ottani falvakban is útlezárásokra kell készülni. Őcsény, Decs, Sárpilis és Várdomb után Csatár felől érnek vissza Szekszárdra a versenyzők. A városban a Tarcsai, Aliszka utcai körforgalmon, a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utcákon áthaladva érnek be a Garai térre. Ezeken a szakaszokon délután 4 óráig lesznek lezárások, ezzel párhuzamosan délután 3 órától több másik utcában sem lehet majd közlekedni Szekszárdon. A város központjában Béla tér, Garai tér, Széchenyi utca, illetve a Garai tér, Béla tér szakaszon szintén lezárásra fog kerülni a teljes terület, itt teljes útlezárásra kell számítani. A rendőrség azt kéri az utakat használóktól, hogy legyenek türelmesek és közlekedjenek a szokottnál is óvatosabban, amíg tart a verseny. Javában tombol a strandszezon, a szekszárdi strand sem szenved hiányt a látogatókból. Fejlesztésekkel is készültek az üzemeltetők az idei szezonra. Több olyan eszközt is felszereltek, amik kényelmesebbé teszik a hűsölést. Ezeket a napvitorlákat idén feszítették ki a szekszárdi strand területére. A korábbi években már több helyen is kihelyeztek hasonló árnyékolókat. A vendégek viszont jelezték, hogy még többre lenne szükség. Ezt az igényt tartották szem előtt az üzemeltetők. Ez az idei év egyik legfontosabb fejlesztéseit. A szekszárdi családbarát strandot és élményfürdőt minden szezonra igyekeznek még komfortosabbá tenni az itt dolgozók. Ezért működik itt már évek óta például ingyenes wifi is. Mindig igényes, idén is sikerült ebben ezügyben előrelépnünk az árnyék kérdése. Bővítettük a napvitorlákat több mint 100 négyzetméterrel, így mert több mint 500 négyzetméternyi napvitorla felület van a fürdő területén. Kevésbé látványos, de a komfortérzetet mindenképpen javítja az automata öntözőrendszer bővítése, fejlesztése, ami, hogy még egyszer első pillantásra nem tűnik fel a vendégeknek, de egy sokkal zöldebb, frissebb környezetbe érkeznek ide hozzánk, amikor reggel belépnek a fürdő területére. Pénteken délelőtt a borús idő ellenére is többen fürödtek a medencékben, vagy pihentek azok partján. A fürdőt működtető Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Ügyvezetője azt mondja, a mostani szezonban sokkal kellemesebb az időjárás, mint tavaly, és ez a látogató számokon is meglátszik. A tavalyi nyár nem igazán kedvezett az időjárás szempontjából, a június és a július első fele nagyon hűvös volt és esős, ez meg is látszott a vendégszámon. 61 000 látogató volt a szezonban a fürdőben.
az idei évben időarányosan már jobban állunk. Sajnos az úszodaépítkezés miatt egy kicsit később tudtunk nyitni, de bízunk benne, hogy augusztus végéig igazi strandidő lesz, és akkor a 70 ezres vendégszámot el tudjuk érni. Volt olyan év, amikor több mint 80 ezeren látogattak ki ide a nyári hónapok alatt. Csillag Balázs azt mondja, ha az időjárás megfelelően alakul idén, akkor 2019-ben sem lehetetlen legalább ugyanilyen magas vendégszámot elérniük. Magyarország több borvidékén jelen van már a szőlőkabóca, ami a klímaváltozás hatására telepedett meg itt. A kártevő olyan pusztítást képes véghez vinni a szőlőkben, hogy rövid idő alatt a teljes állomány elpusztulhat. Tolna megye eddig nem érintett a jelenségben. Nagyító kell hozzá, hogy mikroszkóp. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök mutatja a szőlőlevelek hátsó oldalát, ahol megtalálható lehetne a szőlőkabóca, ha volna Tolna megyében. De szemben a környező borvidékek felméréseivel az itteni termőterületek egyelőre mentesek a pusztítótól. A szőlőkabócák megjelenése a klímaváltozás eredménye, és legfőbb hordozója a szőlő sárgaságát okozó betegségeknek. A környező megyékhez képest nálunk nincsen meg a betegség, itt mindenhol megtalálták már a környező megyékbe. Tolna megye ilyen kicsit csodaszerűen még mentes a betegségtől, nem kellett hatósági intézkedést folytatnunk. Ahol felüti a fejét, a kabóca okozta betegség 4 kilométeres körzetben zárlatot kell elrendelni, és adott esetben a beteg tőkéket ki kell vágni, és kötelező védekezést ír elő a hatóság. A külföldről szerzett adatok ijesztőek. Szlovákiában 1-2 év alatt az egész ültetvény kimegy. Tehát rohamosan csökken a tőkék termőképessége, sodródnak a levelek, rövidülnek az ízközök, és az egész tőke kipusztul pár év alatt ültetvények, több hektár. Tehát, hogyha abban a ritmusban ide betelepszik a betegség, és ahol a külföldi országokba felütötte a fejét, akkor pillanatok alatt tönkreteszheti a szőlőtermesztést. Tavaly közel 200 mintavételt tartottak Tolna megyében, és a megyei Nébik mellett független Európai Unió által megbízott szakértők is járják a vidéket. Gabi Géza azt mondja, a kénes vegyszerekkel történő védekezés látszik hatékonynak a szőlőkabócák támadásai ellen. Ünnepel a Tolna megyei atlétika a svédországi junior Európa-bajnokság után. Két középtávfutó nem csak döntőbe jutott, hanem ott is remekelt. A szekszárdi Szemerei Levente 3000 méter akadályfutásban, a bonyhádi Varga Lőrinc pedig 800 méteren lett negyedik. Erre a taktikára készülünk, hogy az utolsó 400 méteren több ritmusváltást meg tudjunk ejteni. Ugye ezt egyedül tudtuk gyakorolni itthon alapvetően, de nem ilyen helyzetben, hogy többen voltunk ott a pályán. Én alapvetően nem érzem azt, hogy a Finley McLear az veszélyeztetve lett volna általam, tehát hogy az ő harmadik helye az biztos volt. Szerintem ennek abban volt lényege, hogy még az utolsó 50 méteren le tudtam rázni egy hátulról érkező támadást, és ezzel a negyedik helyet sikerült megszerezni. Regionális híreink következnek. Népszerűbbé tennék a Pécsi Tudományegyetemet, szeptemberben 7000 új elsőst várnak. Kevés volt a csapadék, azonban a mennyiséggel és a minőséggel nem lesz baj, 6,2 tonna búzát aratnak hektáronként Somogyban. Vállalkozni érdemes, tanfolyammal, pénzzel segítik az önfoglalkoztatást. Javítaná a Pécsi Tudományegyetem népszerűségét az oktatási intézmény vezetése. Bár a legnépszerűbbek között vannak a 4.-5. helyen, de az érettségizők nagy része inkább Budapestet választja régiónkból. Szerdán kihirdették a felvételi ponthatárokat, ez alapján most 5300-an biztosan Pécsen kezdhetnek szeptembertől. Megőrizte 4.-5. helyét a magyarországi egyetemek rangsorában a Pécsi Felsőoktatási Intézmény, így értékelte a ponthatárhúzás után az oktatási igazgató csütörtökön. Lengvercki Attila szerint azért lesz teendőjük a PTE népszerűsítésében a következő időszakban. Igaz, hogy az érettségizőknek 40-45%-a nem a Pécsi Tudományegyetemet választja, akkor van teendők e tekintetben, de van teendők a térségfejlesztés tekintetében is, és itt a Pécsi Tudományegyetem az új rektori vezetéssel, ha szabad egy év után is még ezt mondanom, nagyon komoly tervekkel rendelkezik a tekintetben, hogy egy olyan versenyképes régióvá, várossá, megyévé emelje a környezetet, hogy a fiataloknak ne legyen kedve elmenni. Az orvosi karra idén 423 ponttal lehetett bejutni. Ez alacsonyabb az országos átlagnál. Általában így szokott lenni, hogy a Pécsi Tudományegyetemen
ezt a munkamegosztást tölti be a pécsi orvosképzés. Jelentős számú hallgató, több mint 200 hallgatót vettünk fel. Általában itt is cél a kapacitás maximalizálása, és miután a pontszám ez automatikusan rendelődik, ez némi automatizmust is jelent. Azonban idén magasabbak voltak a pontszámok általában a több jelentkező miatt, mondja az igazgató. 50 szakon csak 400 pont fölött lehetett bekerülni Pécsre. Az osztatlan tanárképzés, a jogász, a pszichológia, a gazdaság és menedzsment képzésre, mérnök informatikus szakra kerültek be a legtöbben. Az általános felvételi eljárásban 5300-an kezdik meg tanulmányaikat. Ehhez jönnek még a pótfelvétel is és a külföldi hallgatók. Így 7000 új elsős kezdi a szemesztert szeptembertől a Pécsi Tudományegyetemen. Lassan véget ér az őszi búza betakarítása Somogyban, a téli és tavaszi csapadékhiányos időszak azonban sok helyütt nem múlt el nyomtalanul. A búzatáblákban elsősorban Észak-Somogyban lett gyengébb a termés mennyisége, a minőséggel azonban sehol nem voltak problémák. Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke híradónknak elmondta, 6,2 tonna búzát aratnak átlagosan a gazdák hektáronként. Az utolsó táblák aratása előtt a gondos gazda még egyszer ellenőrzi a kalászost. Ez a 12 hektáros búzamező szép szemeket mutat. Androsics Ferenc szerint a minőséggel nem lesz probléma. Ugyanakkor a tavaszi aszályos idő rányomta a bélyegét a termés mennyiségére, legalábbis Észak-Somogyban. Május elejétől volt csak csapadék, egy kicsit ritkább lett, nem bokrosodott a búza, a termésünk egy gyenge, közepes termés fog lenni. Minőséggel nincs különösebb problémánk. Általában étkezési minőséget, amit ne arattunk, azt étkezési minőséget kaptunk vissza. Tehát én úgy gondolom, hogy a visszalévő valamennyi kis buzánk, ami két napig tart az aratásunk, sikerül az eső előtt betakarítanunk, és szintén jó minőségbe fogjuk ezt betakarítani. A megye átlag azonban már mennyiségben is pozitívabb képet mutat, hiszen a régió középső és déli területein jóval több csapadék hullott, mint Észak-Somogyban. Ennek köszönhetően az összképet tekintve mennyiségben és minőségben is jobb eredmények lettek, mint azt a szakemberek tavasszal remélték. A búza 54 ezer hektár, ugye ez a legjelentősebb, ebből is olyan 6,2 hektáros termés átlag körvonalazódik, mint mondtam, az 54 ezer hektárból 50 ezeret learadtak már, tehát ezen a héten befejeződik, és reményeink szerint a jó buzák vannak hátra. Most az ár se rossz, a kenyérgabona ára, a malmibuza ára az 52-53 forint kilogramonként, a takarmány buzáé meg 48 forint körül van kilogramonként, ez jó ár. Az őszi árpa és a repce is jó termés átlagot produkált az idei évben. Egyelőre jól viseli az újabb csapadék nélküli időszakot a napraforgó és a kukorica is. A gazdák szerint ugyanakkor utóbbin már látszanak a szomjúság tünetei, így a bő őszi kukorica termés eléréséhez újra nagy szükség lenne a kiadós esőre. Vállalkozni érdemes, ez az elnevezése annak az országos programnak, amelyik önfoglalkoztatóként akarja visszahozni a munkaerőpiacra a 18 év fölötti álláskereső korosztályt. Mindehhez olyan képzést biztosít, amely segíti a vállalkozások biztonságos indítását. De emellett 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is biztosítanak a sikeres pályázóknak. A Dél-Dunántúlon tavaly januárban kezdődött a program, pályázni még lehet, szerdán adták át az elismerő tanúsítványokat az eddig jól teljesítőknek. Egy egészségboltot szeretne nyitni Szűcs Orsolya, ezért jelentkezett a Vállalkozni Érdemes programra. Itt gazdasági, marketing és egyéb üzleti tudnivalókat kapott egy képzés során, hogy sikeres legyen a vállalkozása. Orsolya szerdán kapta meg igazoló oklevelét Pécsen. Sikeresen teljesítette a programban elvártakat. Üzleti tervet kellett készíteni több évre, tehát hogy mennyire megalapozott, tehát hogy megtanítottak minket végig gondolni, mind üzletileg, mind a konkurencia figyelembevételével, mind a nehézségeket, előnyöket, hátrányokat figyelembe véve, hogy sikeres legyen a vállalkozás.
tehát hogy ne akár egy év múlva egy becsődölt, újabb becsődölt vállalkozó legyek én is, hanem hogy azért 3-4 évre előre végig gondolva ezt az egészet segítettek, mentoráltak. Így szeptemberben már megnyithatja az egyik pécsi hipermarketben a boltját, ahol gluténmentes, cukormentes, illetve mindenféle allergén anyagtól megszabadított élelmiszert, egyéb étrendkiegészítőt árul majd. A Vállalkozni Érdemes programban a sikeresen teljesítők pénzt is kapnak az induláshoz. A 4,5 millió forintos igényelhető támogatásból 3,2 millió forint bérköltségre, jövedelem kifizetésre felhasználható, az 1,3 millió forintos rész pedig beszerzésekre, eszközbeszerzés, információs technológia, hirdetések, piackutatás, irodabérlés, jogcímekre felhasználható 12 hónapos projekt keretében. Ezután legalább további 12 hónapig kell még a feltételek szerint működtetni a vállalkozást. Tevékenységi kör szerint a szépségipar jár az első helyen. Fodrász, műkörmös, kozmetikus hölgy jön be a programba, ragyogó lehetőség számukra. Nagyon sok online marketinggel foglalkozó, tevékenységet folytató fiatal vagy álláskereső hoz létre vállalkozást. Nagyon sokan online e-kereskedelem irányában szeretnének vállalkozást létrehozni. Sok kereskedőcég van. Mezőgazdasági tevékenység és a közúti fuvarozás nem támogatott ebben a programban. A Vállalkozni Érdemes programban képzésben nem résztvevő és nem dolgozó 18-25 év közötti, valamint 25-30 év közötti fiatalok és 30 év feletti regisztrált álláskeresők vehetnek részt. A pécsi járásban 35 üzleti tervet fogadtak el, a leendő vállalkozások szerdán kapták erről meg tanúsítványokat. A pénzbeli támogatás pedig augusztusban folyósítja majd nekik a Magyar Államkincstár. A programra még lehet jelentkezni. A strandszezon beköszöntével sokan töltik az idejüket napozással. A vízparton vannak, akik különböző kozmetikai eszközöket is bevetnek, hogy elérjék a kívánt szint. Ennél azonban sokkal egészségesebb módja is létezik a barnulásnak. Az A-vitamint tartalmazó gyümölcsök, zöldségek és a tejtermékek fogyasztásával is elősegíthetjük a gyorsabb barnulást. Folyamatosan védekeznek a strandolók a nap káros sugarai ellen. A legtöbben a 11 és délután 3 óra közötti időpontot is betartják, hogy nem mennek a napra, inkább árnyékosabb helyet keresnek a strandon. A napozó készítményekből általában a legmagasabb faktorszámút használják. Elég magasat használunk, 50-est, mert nem nagyon járunk a strandra. Mi keletről jöttünk, Nyíregyházáról, úgyhogy nem nagyon járunk a strandra, itt megégünk hamar, főleg meg most, hogy ilyen jó idő van. A kozmetikus szakember szerint, ha szépen, egyenletesen akarunk lebarnulni, tudatosan készülnünk kell a napfürdőzésre. Strandolás előtt bőrünk egészsége és védelme érdekében nem árt néhány dologra odafigyelni. Nagyon fontos a bőrünket előkészíteni. Napfürdőzés előtt peelingezzük le az egész testünket, hogy a napozás egyenletesen érje a bőrünket. Célszerű napozó termékeket használni, hogy védelem a legfontosabb tulajdonképpen, hogy ne égjünk, hanem barnuljunk. A tartós barnaságot pedig fokozhatjuk egy kis friss sárgarépa fogyasztásával is, mivel magas A-vitamin és karotin tartalma segíti bőrünk barnulását. Persze a legtöbben inkább a naptej védelmében bíznak. Ahogy leérünk a partra, bekenjük magunkat, illetve ha bemegyünk a vízbe, utána folyamatosan, ahogy tehetjük, bekenjük magunkat, főleg a gyereket, mert egy picit kimarad és már megég. Úgyhogy fúj a szél, ilyenkor nem is vesszük annyira észre, hogy meleg van, sokkal jobban le lehet égni pillanatok alatt, úgyhogy nekünk fontos. Ez a család Szolnok mellől Abonyból érkezett a Balaton partjára nyaralni. Szerintük az sem mindegy, hogy az ország melyik felén napozik az ember. Párásabb a levegő, más a hőérzet, otthonon szárazabb, égetőbb, hirtelen éget. Itt meg másabb fogja a nap az embert, a barnát, barnul jobban. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, egy percre se feledkezzünk meg nyaralásunk, kikapcsolódásunk idején, bőrünk védelméről, nem csak a strandon, hanem kirándulás, biciklitúra alkalmával sem. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt a híradó.
behajtani tilos, szabálytalan kismotorosok miatt kellett figyelmeztető táblákat kihelyezni Bonyhádon. Felvételi, továbbra is a pedagógus képzés marad a fő irány a szekszárdi karon. Útlezárások. Szekszárdon és a megye több településén is megváltozik a forgalmi rend szombaton. Strandszezon. Fejlesztésekkel teszik kényelmesebbé a kikapcsolódást Szekszárdon. Szombaton és vasárnap is kezdetben erősen felhős idő lesz, helyenként záporeső, zivatar is lehet. Később egyre inkább napsütésre készülhetünk. Gyenge, mérsékelt délies szél fúj, marad a kánikula, éjszaka döntően csillagfényes idő valószínű, említést érdemlő csapadék nélkül. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Viszontlátásra!